Tessék! Ó, kedves barátom, Giordano vagyok az ügyvédje. Ó, még nem volt szerencsém találkozni önnel. De a kedves felesége bizonyára megírta, ugyebár mennyit szaladgáltam az ön ügyében. Igen. Töviről hegyire áttanulmányoztam az ügyét. De semmit sem tudtam volna elérni a bíró úr megértése és messze menő támogatása nélkül. És neki köszönheti, hogy végre az egész ügyet lezárhatjuk. Hagyja, ügyvéd úr, erre semmi szükség. Nem, nem! Azt akarom, hogy a vérencem tudja, hogy a bíró úr oly nemes lelkű volt, hogy a szabadságát is elhalasztotta egy héttel csupán azért, hogy személyesen irányíthassa az ügy egész menetét. De valljuk be, elhúzódott valamelyest. De részben ön is hibás benne, Dinoy úr. Foglaljon helyet, kérem. Köszönöm. Hát akkor folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Tehát, vezetékneve? Mondja a vezetéknevét. Dinoy. Keresztneve? Giuseppe. Hol született? Tivoliban. Mikor? 1924. június 15-én. Állandó lakhelye? Norrköping. Mondja, tudja, hogy hogy írják? Persze. A lakcímrovatot hagyja üresen. Foglalkozása építész, katona volt, stb. Térjünk rá a lényegre. Önnek igazán nagy szerencséje van, mert az önügyében kiküldött vizsgálóbizottság befejezte a munkáját, és megállapította, hogy a tragédiát földkéreg mozgás okozta. Földkéreg mozgás? Az alsóbb rétegekben. Mint Pozzuoliban. Az ottan is így szakadt le. De mi szakadt le? Hát a viadukt. Milyen viadukt? A Madeira Battipaglia autópálya az 57-es kilométer kőnél. Leszakadt? Mikor? Ügyvéd úr. Nyugalom. Próbálj nyugodt maradni, és felelj azokra a kérdésekre, amelyeket a bíró úr feltesz neked. Hm? Hát akkor mondja, Dinoy. Igaz-e, hogy 1962-ben a Battistoni cég alkalmazottja volt mérnöki beosztásban? Így van, Dinoy? Igen, uram. A Battistoni cég abban az időben építette a Battipaglia Modera között vezető autópályát. Így van, Dinoy? Igen, uram. És hogyan lehetséges, hogy arra nem emlékszik, hogy 1970. november 6-án az 57-es kilométer körnél a viadukt leszakadt? Mert sohasem hallottam. 1963 óta Svédországban élek. Látja, professzor úr, elméletileg nem is kellene folytatnom, hiszen nem tudja, miért emeltek vádat ellene. Figyelj rám, jó Dinoy. Alig, hogy átlépted a határt, letartóztattak, ugye? És mit mondtak, amikor letartóztattak? Semmit. De magának joga lett volna, sőt, kötelessége, hogy elkérje a letartóztatási parancs másolatát. Én kértem. És mit közöltek magával? Hogy megöltem egy németet. Bravo! Franz Kaltenbrunner. Csodálatos! Látja, hogy emlékszik? De én nem öltem meg. Most hagyja ezt. Nem maga ölte meg a németet. Akkor ki ölte meg? Senki. Meghalt magától. A Volkswagennyével éppen abban a pillanatban haladt át a viadukton, amikor az leszakadt. Bocsássanak meg, ha Dinoy nem csinált semmit, nem ölt meg senkit, nem terheli semmiféle felelősség, akkor miért tartóztatták le? Miért tartóztattak le? Miért? Bizonyos esetekben a vizsgálóbírók a közvélemény igen erős nyomására kénytelenek letartóztatási parancsokat kiadni. Kénytelenek olyan rendelkezéseket tenni, amelyek talán túlzottaknak tűnnek. Ügyvéd úr, semmi szükségem arra, hogy bárki is mentegessen. Most pedig írjuk meg a jegyzőkönyvet. Giuseppe Dinoy vádlottat. A vizsgálat felmenti a viadukt beszakadása, továbbá Franz Kaltenbrunner német állampolgár megölése miatt emelt vád alól. Azonnal szabadlábra helyezhető, feltéve, ha egyéb okok miatt nem kell őrizetben tartani.
Olvastassa el a határozatot a vádlottak, bocsánat, Dinoyjal. És ha egyetért vele, elmehet, ha aláírta. Látja, ügyvéd úr, ha a védence önszántából jelentkezett volna, amint megtudta, hogy a viadukt leszakadt, ideglenesen szabadlábra helyezték volna. De Svédországban volt, nem tudhatta. Tessék, Dinoy. Igen, igen, de... És a határon senki sem közölte vele, hogy melyek a vád pontja. Dinoy. Tudom, Dinoy. Mert a belügyminisztérium a határállomásoknak nem küldi meg az elfogatási parancs teljes szövegét. A körözési parancsokban csupán a körözött személyek adatait tüntetik fel. Éppen ez a hiba. Mert a szekuntói börtönnek közölnie kellene a felmentés megtörténtét a római legfőbb ügyészséggel. Az értesíti a belügyminisztériumot, az pedig a határállomás. Nem tudok írni. Bocsánat, ügyvéd úr, de... Nem tudok írni. Nyugalom. Nyugodj meg. Először a gyufát sem tudtad meggyújtani, és egy kis türelemmel szépen sikerült. Uralkodj magadon. Nincs semmi baj. Írd alá szépen. Tessék, bíró úr. Aláírtam. Most már vége. Igen, az ügyet lezártuk. Köszönje meg a bíró úrnak. Köszönöm, bíró úr. Ugye, hogy minden jó, ha jó a vége. Köszönöm, ügyvéd úr. Köszönöm szépen önnek is, uram. Jó napot. Köszönöm, professzor. Jó, 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 menjünk átöltözni. Köszönöm. Gyere, 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 gyere. Menj átöltözni. Egyedül. Menj. Köszönöm. Igen, igen. Mikor megyünk tovább? Apu, cukor, kérsz te is? Ne szedjél! Kiskutyám, nem sokára otthon leszünk. Menjünk már! Anyu, nem találom a többi cukrot. Asszonyom, kérem az útleveleket. A gyerekek az én útlevelemben vannak. Köszönöm. Az irodába. Csak egy kis formaság.
Minden rendben van, ugye kellemesen töltötték a szabadságot? Fel. Igen, köszönjük. Viszontlátásra Olaszországban. Thank you.